Lustusoltam le, és kaptam egy e-mailt Angliából Tamáséktól. Nézzétek, mutatom. Nagyon cukorfalatok vagytok. Itt vagyok a Rokkóba. Peti, mit főzöl, mit főzöl, Peti? Pacalt. Retro. Megnézzük a pacalt, hogy hogy rotyog? A kenyér. Hello! Hello! Hűha! Ezt nézzétek! Hú, a szivárnak! És mikor lesz kész? Egy óra múlva, kerülbelül. Ez lesz most a Rokkóba az új napi ajánlat. Igen, most. Gyertek, kóstoljátok meg! You don't pick up the phone. A legfontosabb alapjai, például a köröm. Jó van. A reggeli kávé után fénysebességgel kellett hazajöjjek, ugyanis megint csak egy orvosi vizsgálatra visszük Sofit, és 3 percünk van arra, hogy odaérjünk. Amit nem tudom, hogy hát most már csak egy. Mertünk? Hát itt vagyok most már az irodába, bejöttem egy picikét, dolgozni is kell. Mit szóltok az új frizurámhoz? Jó, nem ez az új stílus, nem marad ez mindig így. Ma 1:30, vagy ma délután megyek fodrászhoz, és úgy gondoltam, hogy fölösleges beszárítani, bezselézni, csak pazarlás lenne, mert úgy is kikerül belőle. Ja igen, még el nem felejtem. Megvan a 100 követő az Instagramon. Rúj, lezsákezik. Talán megyettél dolgozni. Kicsivel korábban a Rokkóban voltam, úgy volt, hogy találkozok egy ügyféllel, de sajnos nem jött össze a találkozó. Peti megemlítette, hogy új heti menüajánlatuk van, és hogy vigyem már be a kamerát, és nézzük, mutassuk meg, hogy mi is ez a kaja. Így hát kaptam is az alkalmon, bevittem a kamerát, megmutattam, hogy mi a helyzet, és ebből csináltam egy ilyen nagyon rövidke kis videófilmet, amit belinkelek valahova, itt lesz a kép sarkába valahol, egy i betű arra rákattint, azt is meg lehet nézni. Most viszont megyek gyorsan, beugrok a Rokkóba, remélem, hogy még el tudom csípni Petit, megmutatni neki a videót, még igazából már feltöltöttem a YouTube-ra, csak még nem publikus. Előtte még meg kell kérdezni, hogy ez így mehet-e. Lássuk, mit szól hozzá. Jó, ez magány. Jó lesz. Jó lesz? Így jó. Szélsebesen haza kellett jöjjek, hogy felvegyem Évijéket. Bekaptam pár falatot, és most irány a fodrász. Sokan azt mondták ma, hogy rám férne egy kis fodrászat, mert nem nagyon ismertek meg az utcán. Mennyivel kényelmesebben és jobban érzem magam így fodrász után? Hihetetlen. Ide jövök a Glóriushoz, ugyanis Éviék idejöttek, felköszöntik Csillát, Évinek az egyik munkatársát, és felköszöntöm én is. Ja, itt egy betolakodó. Ja. Hello. We'll be right back.
Hi! Te még mindig itt vagy? Ennyi volt a mai vlog.